A rendőrök teljes útlezárás mellett kezdték meg a baleset helyszínelését. Kukoricát szállító tehergépkocsi közlekedett ma éjszaka 1 óra körül Besenyszög irányából Szolnok felé. Haladása során a gépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között egy jobbra ívelő útkanyarulatban letért az úttestről, ahol az oldalára borult. A baleset következtében a helyszínen egy nő életét vesztette. Kollégáim a sofőrrel szemben alkoholszondát alkalmaztak, ami pozitív eredményt mutatott. A rendőrök a sofőrt őrizetbe vették, és előterjesztést tesznek letartóztatása indítványozására. A helyszínelés során megállapításra került, hogy egy lökösházi férfi közlekedett tehergépkocsival Besenyszög irányából Szolnok felé, mikor haladása során a jármű szerelvény lehaladt az úttestről és a jobb oldalára borult. A baleset következtében egy 42 éves nő életét vesztette, a sofőr könnyű sérülést szenvedett. A rendőrök a gépjármű vezetővel szemben alkoholszondát alkalmaztak, ami pozitív értéket mutatott, ezért előállították további mintavételre. A 36 éves férfit őrizetbe vették. A férfi mellett utazott utasként a barátnője is. A férfi ittassága miatt lehaladt az út jobb szélére, lesodródott, a vízelvezető árokba hajtott, és a gépjármű szerelvénnyel annak jobb oldalára borulva állt meg. A baleset következtében a férfi 8 napon belül gyógyuló könnyű testi sérüléseket szenvedett, míg a mellette utazó barátnője életét vesztette. A járási ügyészség megalapozottnak látta a férfi esetében a szökés-elrejtőzés veszélyét, tekintettel arra, hogy a kiszabható büntetés mértéke ennél a bűncselekménynél 2-8 évig terjedő szabadságvesztés, valamint arra is, hogy elveszítette a munkahelyét, és állandó lakóhelye nem Jász-Nagykun Szolnok vármegyében található. A bíróság az ügyészség indítványával egyetértett annyiban, hogy fennáll a férfi esetében a szökés-elrejtőzés veszélye, azonban elegendőnek tartotta egy enyhébb kényszerintézkedés a lakó ingatlanhoz kötött bűnügyi felügyelet elrendelését is. A bíróság döntését az ügyészség, a gyanúsított és a védő is tudomásul vette, így az végleges. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő, szabályszegő járművezetők forgalomból történő kiszűrésére.